kérdele. Jaj, a György mindig kiszívja a vére, mert régi szerelem ez a miénk, ugye Igen. Györgyike? A Györgyike. Na, megérkeztünk a Lang rezidenciára, gyakorlatilag, és Igen. itt van ő maga. És oda fogja Kutya is van. aláírni. Kutya is van. Terike nem engedett be minket. Nagyon jó. Aláírtam. Györgyike, arra meg szeretnénk kérni, hogy nekünk rengeteg önkéntesünk van, hogy egy pár szót mondanál nekik, hogy hajrá, meg ilyenek. Hát én leveszem az egyik szemületet. Mert így most már gyakorlatilag úgy érezte magam, mint Izé bácsi a szomszédokban. Nem, Matula bácsi! Vagy Matula bácsi, igen. Hogy kedves önkéntesek, egyáltalán nem irigyellek titeket, nagyon elájulok, hogy mit csináltok. Tartsatok ki, és legyen legalább 6 millió aláírás, mert erre az ügyre kell, hogyha lenne két lábom, mint ahogy van, nincs velem, akkor én is mennék önkénteskedni, és viszont így meg mindenkit beszervezek, akit csak tudok. Tartsatok ki, és millió puszi. És egyébként van egy ötletem. Mindenhol elmentek aláírást kérni, akkor csináltok úgy, mint Amerikában, amikor a Halloween van, kérjetek pogácsát, üdítőt, cukorkát, és akkor megvan az aznapi kaja. Hello, önkéntesek! Csulak Györgyit hallottátok, és aláírta, és alá fogja majd a Marian is írni, megígérte nekünk a Györgyi, meg reméljük, hogy mindenki, aki lát bennünket, az még jobban csatlakozik majd a csoportunkhoz, ugye Györgyi? Igen, és én, igen, és én még annyi ilyen élőadásban szeretnék részt venni, például most a parlament előtt lenne a helyem, de beiktatják a kurva De Györgyike, te például mindig mentett kutyákat fogadsz be. Én mindig, akkor leveszem, várjál, amit beszélgetünk. Azt gondolom, hogy az öreg menhelyen lévő kutyákat meg nekem rosszabb, mert ugye hamarabb meghalnak, rád néztem majdnem. Nekem rosszabb, mert hamarabb meghalnak, de ő nekik meg olyan jó két-három évük van marad, és akkor az nekik szerintem pótolja azt az X évet, amit az utcán vagy a csatornában. Hogy ha boldogan reméljük, van, hogy elfelejti. Bótolja. Igen, és Terike is egy ilyen. Teri is itt van. Megmutatom Terikét, Terike. Teri, hát nagyon ne haragudj, hogy élőzzünk veled. Szervusz, Terike. Ő Terike. Ő Teri, aki... Terike, aki a kicsit... Hátát, megmutatnám a hátát. Tehát Terike, aki egy picit hosszabb, mint rövidebb, és vajon könnyebb átugrani, mint megkerülni, de ezért nem... Ezért is szeretjük Terikét, ugye? Igen. Igen. Igen, mert a háta, igen, de egyébként azt gondolom még az ilyen öreg befogadott kutyákról, sok probléma fut a placon kicsit szemügileg, hogyha éhes, hát éhen, szegényeknek tényleg annyira... Hát mennyit éhezhetett? Nagyon, nagyon gagyi életük volt, hogy úgy mondjam szépen. Úgyhogy most minden jót, ami neki kell. De Terit egyébként nagyon jól neveltem. Teri az asztalnál nem kunyerált. Komolyan? Tehát Teri az este eszik a tányérjából. Komolyan? De nem tudom, hogy miért. De mennyi három kutya helyet szedsz neki? Vagy ha nem én kutya. Mindig azt hittem, hogy egy helyet szednek neki, de hát ezek szerint három. A legjobb tudásom szerint egy helyet szedek. És anyukámat is leállítottam, hogy az asztalnál lenni adjon, ezen meg volt sértő, de most meg azt mondja, hogy jaj, milyen ügyes vagy. Igen. Teri az teljesen, nem is néz oda. De mennyi kutyád volt már neked? Ági, az angol szedte. Igen, tudom. Utána Klári, a szőrös darab, utána Erzsi, a fekete. Erzsiket kergettem én végig az egész városon talán. Nem, te Terit. Terikét? Terike. Hát, nem csoda, hogy nem Terike is. Terike ide került, és két éve kerestük ott, ugye? Elveszett, három. Három az már három éve volt, és akkor elveszett, mert megijedt valamitől és elszaladt, és egy hét távollét után vihar, de akkor már gyakorlatilag tényleg visszajött. Mindenki őt kereste. Igen, és ez a Facebook nagyon jó. Még szerencsé, hogy akkor a Mészáros Lőrinc nem volt okosabb, mint a Cukkerben. És a Cukkerben én keresztül megtaláltuk terpen. Igen, de kézzed, még a motoros futárok is őt kereste. Mindenki. Mindenki és akkor... Sőt, meg is találtuk egy csomószor, és elment igen, megint. Nem volt hajlandó senkivel, és ilyen tolókocsis emberekhez oda ment, és azt mondta, hogy ez az? Nem, és akkor megijedt, nem és elszaladt. Igen, igen. Hát így, de már megvan. Hagyjatok írni, nem közvetítünk ennyit. Ő volt Lang Györgyi személyesen. Azt írják, hogy Über király császárok vagytok. Szerdán születésnapom lesz. Tényleg. Egy kerek összeg, de csörg a telefonom. Mondd ki, hány éves szóval lesz 60 éves ezek ez azért vicces, mert én meg 50 vagyok idén, úgyhogy pont 10 év van köztünk. De hát a mi szerelmünk örök. Na, szevasztok, jövünk ma még, nézzétek az oldalt, mert sok minden fog köszönni. Sziasztok, és köszönjük mindenkinek. Hello.